Gazdasági és Művelődési Ház több mint 5 évig épült. Létesítési költsége meghaladja a 25 millió forintot. Az intézmény rendszerben 22 klub és szakkör működik, és további 6 külső csoportnak ad helyet. A művelődési intézmény dolgozói létszáma a technikai személyzettel együtt 33 fő. A szakmai irányítást 8 fő végzi. A ház beindításával megnövekedtek a feladatok. Példa erre, hogy október hónapban az intézményrendszernek 102 rendezvénye volt, több mint 20 ezer látogatóval. Az ifjúsági és művelődési ház reggel 9-től este 9 óráig mindenki előtt nyitva áll. Tanév kezdete minden gyermek számára izgalmat, kíváncsiságot jelent. Különösen így van ez, ha egy új iskolában kezdődik a tanév. A Hámánkató lakótelepen felépült új, 16 tantermes iskola a legkorszerűbb igényeket is kielégíti. Építési költsége közel 40 millió forint. 500 általános iskolás gyermek tanulását biztosítja. A tanítási épületet a kivitelező Délép vállalat a kitűzött határidőre átadta, és ez év végéig a korszerű tornaterem is elkészült. Igen nagy jelentőségű társadalmi munkát végeztek a lakótelep lakói. Augusztus hónapban takarították, csinosították az új iskolát. Ebből a munkából kivette részét az óvodástól a nyugdíjasig minden korosztály. Az iskola nem csak a tanítást szolgálja. A könyvtár és a tornaterem nyitva áll a lakosság részére is. A társadalmi összefogás talán legszebb példája Szentesen a Lenin úti 1-es számú bölcsőde. A régi épület bővítéseként épült célszerű, esztétikailag is igen szép épület együttest Ternei László építész társadalmi munkában tervezte. A 7 millió 700 ezer forintos beruházásból 5 millió 200 ezer forint értékű a vállalatok, intézmények és magánszemélyek által adott pénz és munkaértéke. Az építésben igen sok vállalat és szocialista brigád vett részt. Ezek közül is kiemelkedő segítséget nyújtott a Honvédség, a 603-as Ipari Szakmunkás Képző Intézet, a Városgazdálkodási Vállalat, a Szövén. A kibővített bölcsőde jelenleg 96 gyermeknek 4 csoportban biztosítja a gondoskodást a szülők munkaideje alatt.
az idén sem kényeztette el szerelmeseit. Évről évre csökken a strandolásra alkalmas idő, de ilyen év még nem volt. Az ár a szokottnál is lassabban vonult le, ezért a szabad strandot ebben az évben sajnos nem vehették birtokukba a fürdőzni és napozni vágyók. A gyógyszertárak KISZ alapszervezete immár 7. alkalommal ebben az évben is megrendezte kerékpáros túraversenyt. A Szentes-Szegvár útvonalon felállított ellenőrző állomásoknál a versenyző csapatoknak politikai, sport és várostörténeti kérdésekre kellett válaszolni. A célban ügyességi versenyeken vettek részt. A legjobb helyezést elért csapatok díjazásban részesültek.